egy dokumentumfilm révén egy olyan ember életébe nyerhet be pillantást a néző, akinek adott esetben nagyon különböznek az értékei. Ahogy játékfilmben is, amiket én készítek, az ember sokszor azért csal, hogy pontos lehessen. A kreatív dokumentumfilmben az ember sokszor azért struktúrál át, hogy pontos lehessen. És ha ez a cél, akkor én azt nagyon támogatom. Nem valamilyen távoli, elvonatkozó probléma jelenik meg a néző előtt, hanem személyes sorsok. És a személyes sorsok azok mindig átélhetőek. Ez a megértés, ez közelebb vihet az elfogadáshoz, ami pedig közelebb vihet ahhoz, hogy az emberi jogok fontosságát belássuk és valljuk. Azok a szereplők, akik megjelennek a filmvászlon, azok emberek, hasonló emberek, mint mi vagyunk, vagy mások, de ezért viszonyunk van hozzájuk, ezért szeretjük, vagy nem szeretjük őket, izgalmasak számunkra, vagy unalmasak, mindenképpen viszonyunk van hozzájuk, és ezek a problémák emiatt a mi problémáinkkal is válnak. Tehát azt gondolom, hogy ez az alapvető funkció és küldetés egy ilyen fesztiválnak. Köszönöm azt a nagyon áldozatos munkát, amit évekig azok az emberek, akik ezeket a filmeket készítették, mindezért elvégeztek. Úgyhogy jó fesztivált!